December 18-án közmeghallgatást és hagyományőrző délután szervezett a Duna moziban a Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat. A rendezvényen a Fellegvár óvoda gyermekei, az Áprili Lajos általános iskola diákjai, valamint a Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat ének és zenekara lépett föl. A műsor után fogadással várták a vendégeket. A Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat idei évben végzett tevékenységéről Sejliné Herendi Ida elnök számolt be a megjelenteknek. Elmondta, hogy ez az év nehéz volt, mert szigorított a korábbi elszámolási gyakorlatán a kormányhivatal, majd beszélt arról, milyen támogatásokból valósítják meg a programjaikat. Több tételből tevődik össze a nemzetiségi önkormányzatnak a pénzügyi helyzete, amely áll egy normatív állami támogatásból, amelyet minden évben az állam leoszt a nemzetiségi önkormányzatoknak, nem csak a németnek, hanem bármelyiknek. Áll aztán egy feladat alapú támogatásból, amely ugye a feladatok, tehát a nemzetiségnek az adott évben elvégzett munkáját pontozza, ez is egy összeg. Aztán állhat ugye egy olyan tételből, ami egy szponzorok pénze támogatása, állhat olyan tételből, hogy az adott hely önkormányzata, városi vagy községi önkormányzata esetleg támogatást nyújt, mert ez nem kötelező, hanem adható, és állhat még egyéb tételekből, történetesen olyanból is, hogy az előző évi maradvány pénzt áthozhatjuk a következő évre. A feladat alapú támogatást idén csökkentették, a normatív támogatás viszont növekedett, és több pályázatot is beadtak. Ebben az évben megpróbáltunk pályázni is, amely több-kevesebb sikeren járt, tehát kitűztük célul azt, hogy a nemzetiségi tánckarnak, gyermektánckarnak ruhát szeretnénk, új szép ruhát varni vagy venni. Az elnök asszony kitért a második megnyert pályázatra is, amelyből a testvérváros Obergünzburg delegációjának vendégüllátását finanszírozták. A vendégek október 31-től november 3-áig voltak itt. Nagyon jól érezték magukat, megismerhetik a Pilis élővilágát egy természetjáró túra során, továbbá helyi és budapesti nevezetességeket mutattak meg nekik a visegrádi kísérőik. Kaptam az e-maileket, hogy nagyon-nagyon jól érezték magukat. Nagyon megköszönik mindenkinek, aki ebben részt vett. Herendi Ida felsorolta azokat a programokat, amelyeket a Nemzetiségi Önkormányzat szervezett, vagy anyagilag, esetleg részvétellel támogatott. Elmondta, hogy februárban retrospektív farsangtemetést tartottak, tehát filmek segítségével elevenítették fel a népszokásokat. Az elnök beszélt még többek között a sajbázásról, az első dunakanyari német nemzetiségi találkozóról, a majálisról, a gyermeknapról, az úrnapi virágszőnyek készítésről, a viseletnapjáról, a búcsukról és más városi és egyházünnepek, amelyeken képviseltette magát a Német Nemzetiségi Önkormányzat. Ezt követően az elnök kitért a költségvetésre, mellyel kapcsolatban elmondta, hogy mintegy 2 millió forint szerepel a bevételi oldalon, amely a tavalyról áthozott összeget is tartalmazza. Mivel a bevétel egy része csak az év vége fele érkezett meg, így 300 000 forint maradt a Német Nemzetiségi Önkormányzat kasszájában, amely maradványként a jövő évi költségkeretet gazdagítja majd. Utólag sajnálják, hogy nem szervezték meg azokat a rendezvényeket, amelyeket a szűkös költség és miatt töröltek, de inkább óvatosan költöttek, nehogy pénzügyi zavarba kerüljenek. A bevételek után a kiadásokra tért rám Sejliné Herendi Ida. A kiadási oldalunk az olyan dolgokból áll, ugye, hogy személyi juttatás, járulékok, kiküldetés, telefon, könyvek, folyóiratok, irodaszerep, ugye ez a webkoncept nevű internet használatért ugye fizetni kell, akkor van émnősztangi, akkor van bankköltségek, tartalékképzés, hangszerjavítás, mit mondjak még, igen, ilyesmik, és akkor ezeket most nem is adtam össze, de lényeg az, hogy hát jól állunk, tehát nem léptük egyik költség helyett sem át. A részletes beszámolót követően a nemzetiségi műsor következett, elsőként a Fellegvár óvoda gyermekei léptek a színpadra. A nemzetiségek napi rendezvény az Áprili Lajos általános iskola diákjainak műsorával folytatódott.
A rendezvényt a Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat énekkarának és fúvózenekarának koncertje zárta.